A Széchenyi tér délnyugati oldalán a Turistpolis információs pavilonja várja a turistákat, érdeklődőket Pécsen. A Baranyai megye székhely és környéke nevezetességeiről, egyéb látnivalóiról, illetve praktikus, a mindennapi élethez szükséges eligazításban lehet része a kérdezőnek. Mindemellett a bajba jutott embernek is tudnak tanácsot adni, nem beszélve a közbiztonság érzésének fokozásáról. A járókelők is ezt erősítik meg. Szerintem szükségük van rá biztos, mert elég nagy a forgalom, pláne hétvégeken. Úgyhogy szerintem kell, és itt érdeklődnek, azt is lehet, tehát én azt mondom, hogy igenis jó, hogy van. Mindenképp szükséges a belvárosban szerintem, mert hogy tele van minden este a Király utca, úgyhogy mindenképpen szükséges. A pavilon mögött a megyeháza épületében található áldozatsegítő központ is bekapcsolódik a Turistpolis munkájába. A rendőrség bűnmegelőzéshez kapcsolódó feladatai tevékenységét segíti. Mindaz, aki bűncselekmény áldozatává válik, vagy egyszerűen csak érdeklődik az iránt, hogy a rendőrség milyen bűnmegelőzéssel kapcsolatos tevékenységet végez, akkor ennek keretén belül tájékoztatást kap az áldozatsegítés lehetőségéről is. A Turistpolis pavilonban a közösségi szolgálatot ellátó diákoknak ezzel munkát is tudnak adni egész nyárra. Gyakorolhatják a nyelvet, ismerkedhetnek a turistákkal. A tavalyi évben is nagyon sokan látogatták, meg több ezren. Ebben az évben egyelőre a júniusi forgalmunk úgy néz ki, hogy körülbelül 200 ember látogatta már meg két hét alatt, mert június 16-ától kezdődött meg a program, és a két hét alatt gyakorlatilag 200 több mint 200 ember látogatta meg és kért információt, segítséget a pavilonban dolgozó kollégáinktól. Mi úgy gondoljuk, hogy ez emelkedni fog, tehát július-augusztus hónapban ez a szám jóval meg fogja haladni az előzőt, hiszen még csak most kezdődik tulajdonképpen a turisztikai szezon. A pavilont a Zsolnai Örökségkezelőtől kapta a pécsi rendőrkapitányság erre az alkalomra. A területfoglalási engedélyt a város biztosította. A nyári hónapokban a gyalogos rendőrjárőrök folyamatosan jelen vannak a történelmi belvárosban. Egyrészt a pavilonban dolgozó rendőrségi munkatársak, valamint a fiatal turistpoliszosok munkáját segítik, másrészt a közbiztonságra felügyelnek.